A Crna Zvezda vezető találatát Tomani szerezte az első félidő 13. percében. A portugál légiós fejjel vette be a topolyaiak kapuját. A TSC ezt követően inkább csak védekezett, ezért a belgrádiak előtt nagyobb volt a terület, és több ígéretes helyzetet is kialakítottak. A mérkőzés 44. percében egy ígéretes akció közepette, Grabes menteni akart, de rosszul ért a labdába és a saját kapujába lőtte a labdát. Így a félidő végén a pirosfehérek már két gólos előnnyel mehettek a pihenőre. A topolyaiak a második félidőben már sokkal bátrabban játszottak. A mérkőzés 63. percében váratlan fordulat következett be. Zsandernek, a Crna Zvezda játékosának egy topolyai támadás közepette sikerült egy remek gólt rúgnia. A szépség hibája csak az volt, hogy a saját kapujába talált be. A Zvezda előnye így egy gólosra csökkent. A mérkőzés 3-1-es végeredményét a 78. percben Simic állította be. Plašili iz razloga zato što je ipak Maracana jedan teren gde opet mi treba i da dominiramo i svi od nas očekuju da igramo taj forechecking, odnosno da igramo taj visoki pritisak gore, ovaj pressing, tako da sve u svemu dobro to izgledalo. 13 mérkőzés után a Crna Zvezda 36 ponttal továbbra is vezeti a táblázatot. Az újonc TSC, amely egy mérkőzéssel többet játszott 25 ponttal a táblázat 5. helyén áll a szerb szuperligában. Nem vagyok elégedett az első fél idővel, amikor két olyan nagyon könnyű gólt kaptunk, és minthogyha egy kicsit megijedtünk volna a Zvezdától, amit a másik fél időben már kijavítottunk, és sokkal jobban játszottunk szerintem. A Zvezda öngólja után pedig, hát megmondjam őszintén, volt ott egy pár olyan félhelyzetünk, konkrétabbak voltak. Szabó Zoltán szerint a topolyaiak a vereséget követően nem veszítették el az önbizalmukat, és lázasan készülnek a hétvégére, amikor is a Nisi Radnici csapatával mérik össze tudásukat a Zentai Városi Stadionban.